Signal. It's patchy, but it's there. I'll take it. Let's not touch anything. You wouldn't want to ground this place. Barely getting you. What's your situation? Over? Colonel, this is Noble One. There are no rebels. The Covenant are on reach. Acknowledge? Come again, Noble One. Did you say Covenant? Affirmative. It's the Winter Contingency. May God help us all. Yep, elég nagy szarság lehet, hogyha a Covenant elérte Reach-et. Reach az amolyan utolsó védőbástya a Föld felé, szóval... Hogyha a Reach elbukik, akkor kicsit a Föld szarban van. Ezért akkor a nagy baj, hogyha Reach elpusztul, vagy elfoglalják, vagy egyéb ilyen mulatságos dolog. Elég lassan repülnek azok a szarok. Persze nem azt várom el, hogy a Trapeznek nem tudom hány száz kilométer per órában, de egy kicsit gyorsabban mehetnének. Epos. 2552. Be advised, Kilo 33 and Kilo 34, your current LZ is too hot. Roger that. Dot, stand by and receive a response. Yes, Commander. Coordinates received. Initiate immediate course correction. The Office of Naval Intelligence Sword Base is presently under siege from a Corvette-class Covenant vessel. Due to the sensitive nature of this facility, use of orbital rounds has been, for the moment, prohibited. Regrettably, my efforts to obtain relevant data on enemy forces have been unsuccessful. However, current defensive forces are insufficient. Oni has requested Team Noble's direct intervention to help secure Sword Base. All right, people. We're stuck with that ship for the time being. Let's focus on the hostile infantry. Give those troopers a hand. Cat 6, you're out here. George Emil, you're next. Get prepped. Let's move, Lieutenant! Mert láttátok azt a baszott nagy űrhajót fent az égben. Szóval most nekem azt meg akarják ketetni, hogy nem vettek észre ezt a baszott nagy űrhajót és ezt a Death S havertöket. Abbajtom. Most meg akarják nem etetni, hogy egy baszott nagy űrhajót nem vettek észre. Vagy... Ó, szar. Mert ennek is van álcázó berendezése. Úgy beszélt repülni a légkörbe, hogy nem vettük észre, mert mondjuk álcázta magát, vagy... Vagy mi? Na mindegy. Csak még egy fantom, vagy nem is tudom. Igen, ez már egy fantom. Ó, jaj, te mennél, nem? Csúnya elit, rossz elit. Na. Csak le akarom menni a pajzsodat, hogy aztán... Á, faszom be, adodok egy gránátot. Ami elég idegesítő, hogy ha googolsz és váltanak, akkor feláll a karakter. Elég hülyeség. Hiszen pont azért googolsz, hogy nehezebben találjanak el, nem igaz? És hogyha engem eltalálnak, miközben googolok, akkor szerintem nem felállnék, hanem segre esnék, vagy valami ilyesmi. Mert még soha nem találtok el, és lehet, nem is van. Na. Kérlek. Hát reméltek felrobbant téged. Nem, az túl messze volt. Az túl messze van. Az már elég közel van. Nem tudom, hogy belehalt-e a másik, de... Elég fájdalmasnak tűnt, ami ott történt. Az egyiknek eléggé lement a pajzsa. Na. Oké. Okay. Neked is tessék ott meghalni, téged már leütlök. Miért is pazarolnám a történt rád? Főleg, hogyha már közel is értem. Na, hép! Erre csak annak a közelében. Ki az, mint a fight van, aki meg kifröccsent, hogy egy liter vér belőlem. Control, I see it. Csinálsz, inkább ezt váltanám, nem?
Vegyük fel, nem szeretem, de vegyük fel. Ez ilyen elég buzis, mert hogyha multiplayerben használod, akkor egy igazi rossz ember vagy. Haver, neked ott lettek. Yep. Viszont... tessék meghalni. Te is hajtsd be még a körben. Franco, ezzel megöltem mind a kettőt? Azt hiszem meg. Franco. Akkor haladjunk tovább. Egy Vortag és egy Pelican. Itt most nekünk csak a Vortag, jó. Én veletek, mert Cat az egy nagyon-nagyon borzalmas vezető. Tényleg nála borzalmasabb vezető nincs itt. Ilyen kis mém is lesz a gameből, hogy kibaszottul szorul vezet. Főleg, hogyha követitek a Looster Titnak a csatornáját. Öld meg! Végezz velem! Oké, meghalt. Mert mi meg túl akarunk élni. Ezt a bázis, hogy légi támaszpont fogalmas és miatt elég szar helyzetben van, mert a baszott a gyűrhajó lőre. Szerintem az nem a legkellemesebb dolog, mikor egy baszott a gyűrhajó lőre, szóval ja. És most csak ide szépen beparkolunk, itt mindenki biztonságban van. Ennek még használt fogom venni, szóval inkább... szóval inkább... ó, jaj, valaki mást tudtam, mert... na, én csak egy fejlődést be akarok neki vinni. Király. És ide fel most, lehet, hogy meg fogom benni, hogy ezzel jöttem. Na, épp. De azt hiszem, hogy csak normálban vagyunk, szóval annyira nem bántam meg a dolgot. Visszakapcsoltuk. Akár még ki is szedhetném, de ez már el fogja intézni. Yay! Na. Akkor menjünk tovább ebben az esetben. Egy anti-air elintézi a dolgot. Azt hiszem erre kell tovább menni. Vagy még itt várni kell egy picit? Állni kell a sorad? Még álljuk a sorat egy többet. Ezt nem tudtam előtni sajnos. Szóval mi szarban leszünk, ha kellene figyelni oda. Jetpack-es valdékot. Ölj meg! Őt is! Igen, itt még van valaki? Valaki még nőtt rám? Á, gasztok! Ölj meg! Őt is, gyerünk! Franco. Keressük meg azt az outpostot. Mert meg kell találnunk, nem egy koordinátákat különjönök. Spartans, this is Sword Control. Thought you could use some mobile firepower. Lőd le! Mert csak ez a rész lényegében lehetetlen, hogyha legendás fokozaton játszol. Tényleg borzalmas egyszerűen. Kocsidat egy elit vagy egy kettőnk által intézésével. Jogi, már megyek is? Te majd negyel ezt a holtesteket. Na. Most buták leszünk és behajtunk ide középre, lehet, hogy nem kéne. Au! Jogi, meg minden rendben, még minden rendben. Nincs semmi sem rendben. Csak jöjjük meg. Jöjjük, véged velem. Első találod, haver. Öld meg! Miért lősz mellé, miért lősz balfasz? Nem is azt lövi, amit kell, mellé lő, folyamatosan meg fogok halni. Oké, én kiszálltam. Adios! Na. Franco. Idiótek. Ó, szóval először azt kellett volna aktiválni, akkor nem szóltam semmit. Kettő, abban nem akarsz beszélni. Ebbe kell beszélni. Gyereket. Ha emlékeztem, hogy először oda kell menni, akkor ez most nem történt volna meg, és... nagyobb esélyekkel
álltunk, értünk volna most ide. Még így is nagyok az esélyeink. Szóval igazából csak utasokat beszélek. Na, ilyenkor csak egy fejlővés. Ó, jaj, meg fogok halni. Nem figyeltem a pajzsomat egy pillanatban. Na. Te is téged kell elintéd, azt hiszem, hogyha nem balfasz. Generátorok mennek, élet. Sikább adok a sprintnél, mert ez az armor lock egy nagy lófasz. Igen, akkor rejtézünk így. Franco, a sniper. Én azt hiszem, hogy inkább gyorsan felfutok ide. És miért tett hirtelen ilyen sötét? Ez roppantul különös volt. Téged is, hogy így levágunk. Au, ez fáj. Nyugi, Ribbons. Idegesítő akcentusod van neked is. Egyáltalán ez milyen akcentus akar lenni? Franco. Kett, te inkább neveles. Neked tényleg nem kéne, ki a kocsiból. Mi az anyós résebb barom? Na, szállj már be. És menjünk tovább. De most hozni fognak nekünk pelikánokat. Mert egy pelikán hoz nekünk valamit, szóval... Inkább megállnék. Még menjünk hátképp. Menjünk vissza a kard bázisra. Oké, ezt majdnem rám dobták. Oké, szegény bajtárs itt fog maradni. Vezess utánunk. És ez a Gauss rifle-s dolggal most már nagyobb esélyénk lesznek. Már menjünk. Yeah, tűzijáték. Kaptam egy... Ez most a napi challenge, vagy ez most mi volt? Na mindegy. Itt terjünk egy kettőkört. Valamit kaptam. Örülök neki? Jó irányba megyek én egyáltalán, vagy... Ez nekem nem tetszik, én inkább visszafordulok. És lehet, hogy csak az időtöket húzom, nem tudom. Hát bocsi miattam. Nem bízok az ösztöneimben. Á, valóban rossz rémben lettem, Franco. Hát úgyis ki kell szállni, szóval tök mindegy. Ugyebár nem élvezhetjük túl sokáig a jó dolgokat. Ennél azt sem van kicsit tudni élni. És aztán még miért tartogatom egyébként? Na mindegy, lehet, hogy még fogom használt venni. Én elindgatom. Oda dobok egy dinamitot. Király, egy-kettő embert megölt. Vagy ellenséget, vagy működök. Már futnak és a grántok. Az mindig jó jön. Ajaj, ez még fel fog robbanni. Éjjó, milyen kis csúnya szája van. Éjjó. Ójjaj. Akkor azt hiszem, most fogjuk ezt leváltani. Én ebben nem lehet lőni ezzel. Tudnak shotgunok. Hunter! Erre csak haver. Előtte még azokat el kell intézni. Ójjaj! Fut utánam, ne fuss utánam! Faszkodat vagy! És minden bizony letört a hátadról az a force, szóval szét tudom lőni.